Hatan meghaltak, 11-en pedig megsérültek vasárnap hajnalban Olaszországban, miután egy autó a dél-tiroli Lutágó városka fő utcáján az őket szállító buszra váró német turisták közé hajtott. Az áldozatokat még nem azonosították, mert nem mindenkinél voltak iratok, ráadásul a csoport tagjai közül nem mindenki ismerte a többieket. Mindnyájunkat sokkolt, ami történt, le vagyunk sújtva, minden gondolatunk az áldozatok és hozzátartozói körül forog. Tragédiával kezdődött az új év, hat halottról tudunk, és még többen megsérültek. Őket a közeli kórházakban kezelik, erősítette meg Bolzano autonóm megye elnöke. A Lutágóhoz közeli Valle Aurina polgármestere azt mondta, ez kegyetlen katasztrófa, amelyhez fogható soha életében nem látott. Az autót vezető, egy közeli településről származó férfi túlélte a balesetet. A Corriere della Sera szerint a 28 éves sofőr véralkohol szintje a megengedettnél jóval magasabb volt.